Sziasztok! A mai napon elérkezett az Úton önmagunkhoz sorozatnak a harmadik része. Ugye ezt a sorozatot azért találtam ki, hogy egy kicsit segítsek nektek feladatokkal, hogy jobban megismerjétek saját magatokat, jobban megismerjétek a saját utatokat itt ebben az életben. Most a mai nap 10 olyan pontot hoztam, amely segítségetekre lesz abban, hogy előbbre menjetek, hogy egy kicsit kimozduljatok a saját megszokott kis világotokból, hogy egy kicsit jobban rá tudjatok látni a működésetekre. Az első ilyen pont, hogy keress valami olyan tevékenységet, amelyet nagyon régóta halogatsz, és amiatt halogatod, mert hogy nem kellőképpen nyújt számodra az a helyzet biztonságérzetet, vagyis egy kicsit kívül van a komfortzónádon. Ugye hajlamosak vagyunk halogatni olyan dolgokat, amihez nem gondoljuk, hogy elég jók vagyunk, vagy hogy meg tudjuk csinálni, vagy hogy olyan minőségben vagyunk rá képesek megcsinálni, mint ahogy azt szeretnénk, éppen ezért hozzá sem kezdünk. Na most itt a lehetőség, hogy körbenézz, írd le azokat a tevékenységeket, amelyeket régóta halogatsz, vagy eddig úgy gondoltad, hogy bele se vágsz, mert hogy úgysem fog sikerülni. Na most ezek közül kérlek válasz ki egy olyat, amire most azt mondod, hogy én ezt most meg fogom csinálni. Ehhez van most kedvem, van hozzá akaraterőm, van hozzá bátorságom, kész vagyok rá, hogy ebbe a feladatba beleálljak, és kérlek írj mellé egy dátumot, amikorra szeretnéd ezt megvalósítani. Ez egy nagyon fontos, kilépni a komfortzónánkból egy csodálatos dolog, hiszen ott van a fejlődés. Nagyon sokat tudunk tanulni azokból a helyzetekből, amelyek ténylegesen nem komfortosak számunkra, amelyekben most először vagyunk, most tapasztaljuk, ezek nagyon sokat tesznek hozzánk és a működésünkhöz. Éppen ezért ezzel kezdjük a harmadik részét az Úton önmagunkhoz sorozathoz, hogy kilépjünk a komfortzónából, és megmutassuk saját magunknak, hogy mire vagyunk képesek. A második pont az a jövő festés. Ezt a festést készíthetjük ténylegesen akrillal, vízfestékkel, de akár gondolatban is tudunk festeni, vagy le is írhatjuk. Ez a festés így is működik. Miről szól ez az egész? Képzeljük el a saját jövőnket, képzeljük el magunkat 10 év múlva, képzeljük el magunkat 20 év múlva, vagy 25 év múlva. Érezzük, hogy mire vagyunk képesek ez idő alatt, mit éltünk meg, milyen sikereink voltak, hogyan alakult a családunk, hogyan alakult a karrierünk. Vázoljuk le magunknak, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon. Nagyon fontos, hogy arra koncentráljunk, amit szeretnénk, hogy létrejöjjön. És akkor ezt utána minél színesebben, minél részletesebben képzeljük el, tegyünk mögé tartalmat, a részleteket tegyük bele, és egy kicsit elmékedjünk, írjuk ki magunkból, fessük le, vagy akár tényleg a képzeletünkbe egy kicsit vizualizáljuk, hogy foglalkozzunk ezzel a jövővel, teremtsünk magunknak olyan jövőt, amit szeretnénk. A harmadik pont a reggeli naplózás. Ugye nagyon nehéz magunkra időt szánni, vagyis hogy vannak napok, amikor nehéz saját magunkra időt szánni. Most én azt javaslom, hogy a reggeleket szánd erre, amikor felkelsz, hogy az legyen az első tevékenység, mondjuk 10 napon keresztül, hogy kiírod magadból a gondolataidat, ami éppen benned van, ami foglalkoztat korán reggel. Lehet, hogy reggelre tisztulnak le olyan problémák, amelyek előző nap foglalkoztattak, lehet, hogy most születnek megoldások, de lehet, hogy magával azt, hogy kiírod magadból, ami éppen a lelkedet nyomja, hogy ez ad egy olyan fajta megnyugvást,
amellyel már sokkal jobban tud indulni a napod. Ez, hogy magunkból kérjük a dolgokat, ez egyrészt megkönnyebbülést hoz, másrészt pedig nagyon sokszor hozzá tud segíteni a megoldáshoz. Ezzel elindítunk egy folyamatot arra, hogy foglalkozzunk a megoldással, hogy elinduljunk a megoldás felé. Ez a naplózás tényleg megkönnyíti a saját lelkünket, a saját lelki működésünket, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy lehetőségünk van kiadni magunkból bármit, ami bennünk van, és hogyha egy ilyen naplózást végzel, az soha senki nem fogja elolvasni, ez csak a tied, és teljesen őszintén, kendőzetlenül bármit kiírhatsz magadból, és ennek egy csodálatos ereje van. Úgyhogy javaslom, hogy 10 napon keresztül legalább próbáld ki ezt a naplózást. A 4. pont a mérlegelés. Képzelj magad elé egy mérleget, amelynek az egyik részével belekupacolod azokat a tevékenységeket, amelyeket ez idáig halogattál. A másik oldalon, a mérleg másik nyelvén pedig össze kellene gyűjtened azokat a dolgokat, ami miatt halogatod ezt a tevékenységet. Én azt javaslom, hogy válasz ki egyet a halogatott tevékenységekből, és azt elemezd magadnak. Miért nincs kedved hozzáfogni, miért tolod mindig magad előtt, mi lehet az oka, ami miatt egyszerűen nem tudod azt a feladatot időben elvégezni, vagy már régóta el szeretnéd végezni, de valami oknál fogva nem tudod elkezdeni. Ezeket az okokat tudod megnézni, hogyha egy kicsit rászánsz időt, hogyha csak erre koncentrálsz, hogyha magadba nézel, hogyha őszinte vagy magadhoz. Ezeket nagyon szépen körbe lehet járni, és hogyha ezt leírod saját magadnak, akkor el tudsz indulni azon az úton, hogy hogyan változtass ezen a hozzáálláson, vagy hogy tudsz beépíteni olyan elemeket, amelyek arra késztetnek, hogy véghez vidd azt a cselekvést, amit ez idáig halogattál. Úgyhogy ez is egyfajta önreflexió, hogy arra buzdítalak, hogy vedd górcső alá, hogy mit, miért halogatsz, milyen ok miatt, milyen érzések vannak benned, ezt is nyugodtan le lehet írni, és ezek segíteni fognak ahhoz, hogy előre elérni. Az 5. pont a saját sikersztorim. Na, mindenkinek az életébe egészen biztos, hogy van olyan sztori, olyan helyzet, amelyben sikeresnek érezte magát. Amikor azt érezte, hogy ez igen, büszke vagyok magamra, meg tudtam csinálni, erre is képes vagyok, és különböző érzések kavarogtak benned. Na most keresd meg, hogy számodra az eddigi életedben mi volt az a sztori, amelyet sikersztorinak könyvelsz el. Írd le saját magadnak minél részletesebben ezt a helyzetet, és utána gondold végig, hogy ekkor milyen érzések jártak át, élsz át újra ezt az érzést, miket tettél meg annak érdekében, hogy ezt a sikert elérd, milyen erőket mozgósítottál saját magodban, milyen tulajdonságait kellettek ahhoz, hogy elérd ezeket a sikereket, ezeket mind-mind írd le magadnak, és ezzel már egy erőforrást fog saját magadnak teremteni, hiszen ehhez bármikor oda tudsz nyúlni, amikor úgy érzed, hogy szükséged van egy kis támogatásra, hiszen ez mutatja, ez az írás, ez a sztori, hogy a siker igenis benned van, és képes vagy sikeresnek lenni, tehát ez abszolút benned van, ehhez mindig tudsz nyúlni, ez egy Jolly Joker, ez jó, hogyha mindenkinek ott van, és mindig kéznél van, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor lehet rá szükségünk. A 6. pont. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy öleld meg magad. De itt nem fizikális értelemben, bár az is jó, a saját magunk érintése is nagyon tudja tölteni az embert,
Itt inkább arra gondoltam, hogy a szavakkal megölelgetni saját magam mennyire fontos. Javaslom, hogy kezd úgy a reggeleket, hogy belenézel a tükörbe, és nagyon őszintén, nagyon szeretettel telve kimondod saját magadnak a tükörbe, hogy szeretem magam. Ezt akár többször is megteheted, akár 10-szer is elmondhatod, hogy szeretem magam. Ez, hogyha elsőre nehezen megy, ne essél kétségbe, ez gyakorolható. Ezzel a saját önszeretetedet tudod növelni, ezzel a gyakorlattal. Próbáld ki, nézd meg, milyen hatással van rád. Nézd meg, milyen volt az első nap, írd le az érzéseidet ezzel kapcsolatban. Aztán csináld 10 napig, vagy csináld 20 napig, vagy egy hónapig, és utána is írd le, hogy milyen érzés kimondani, hogy a folyamat hogyan hatott rád, hogy X napon keresztül minden reggelt így indítottad, hogy megerősítetted magad abban, hogy szereted magad. Próbáld ki. Tükör, te és egy mondat. Szeretem magam. A 7. pont egy kis nézőpont változtatás. Próbáld ki ezt a gyakorlatot, és meg fogod látni, hogy mennyire jótékony tud lenni, hogyha valamihez nem vagyunk túlságosan közel. Hogyha nem vagyunk közel egy problémához, hogy mennyivel jobban rá tudunk látni, és mennyivel könnyebben találunk megoldásokat. Úgy végezd ezt a gyakorlatot, hogy válasz ki egy könyvet, vagy egy babát, vagy egy plüssállatot, vagy bármilyen tárgyat a lakásban, és tedd közvetlenül 1 centire a szemed elé. Nézd meg, mit látsz belőle. Aztán hozd egy kicsit hátrébb 5 centire, és úgy nézd meg, hogy most mit látsz belőle. Fokozatosan növeld a távolságot, tedd 20 centire, és most így is nézd meg, szemléld meg ezt a tárgyat, hogy mit látsz belőle. Aztán most hozd 30 centire a szemedtől, most is vedd szemügyre, hogy látod ezt a tárgyat. Aztán tedd le 1 méterre magad elé, és nézd rá, ilyen messze sépül arra az egy tárgyra. Milyennek látod? Mennyivel látod másabbnak most így 1 méterről, mint amikor teljesen 2 centire volt a szemed előtt? Igaz, hogy kitárult egy nagy kép róla, sokkal komplexebben tudsz rátekinteni? Na, ezt a taktikát tudod alkalmazni akkor, amikor valami saját dologra nézel rá. Saját magadra, másra, a párkapcsolatodra, egy helyzetre, egy problémára. Egy kicsit gyere, távolabb, és sokkal nagyobb, sokkal komplexebb képet fogsz látni, mint előtte. Sokkal jobban megadod az esélyt arra, hogy úgy állj ahhoz a helyzethez, hogy úgy lásd azt a helyzetet, ahogy az a valóságban van. Hogyha nagyon messzi, nagyon közelről nézed, akkor ez torzíthat azon, amit látsz abban a helyzetben, és nem segít abban, hogy megold jobban a problémát. Sokkal inkább azt kell figyelembe venni, hogy komplexen rá tudjunk látni valamire, ehhez pedig egy kicsit hátra kell lépnünk, egy kicsit messzebbről kell szemlélnünk mindent. Próbáld ki saját magadnál. A 8. pont a szokások naplózása. Mindenkinek vannak olyan szokásai, amiről szeretne leszokni. Ezek nem feltétlenül olyan rossz szokások, mint például a dohányzás, hogy az egészségünket károsítjuk vele. Lehet ez a szokás egészen kis apró is, viszont ez, hogy ezt folytatom, ez lehet, hogy engem zavar, hogy rendszeresen csinálom. Gyűjtsd össze azokat a szokásaidat, amin szeretnél változtatni. Hogyha ez megvan,
akkor szépen gondolkodj el azon, hogy mikor csinálod ezeket a cselekvéseket, milyen helyzetben adódnak ezek, miket érzel ilyenkor ebben a helyzetben, mi a kiváltó ok, amikor ez a szokás elkezdődik, az a cselekvés. Van-e valaki körülötted abban a helyzetben? Ezeket, hogyha megnézed, akkor találni fogsz olyan kapaszkodókat, amelyeken esetlegesen tudsz változtatni. Saját magad működését így tudod a leginkább ellenőrizni, hogyha ilyen naplózásokat végzel. Mit, miért teszel, mit, milyen hangulatban, milyen érzések jönnek ilyenkor, és akkor utána ki lehet váltani ezeket, az okokat, a hogyanokat, ki lehet váltani egy más cselekvéssel, akár egy más működéssel. És hogyha én már másképp működök, akkor lehet, hogy ez a szokás el is fog tűnni az életemből, ami esetleg szomorú számomra. A 9. pont, az életem traumája. Ugye az előzőekben volt, hogy azt kértem, hogy életed legnagyobb sikersztoriát írd le, és elemezd egy kicsit, hogy mit éreztél olyankor. Most arra kérlek, hogy az életed traumáját írd le, hogy mi volt ez a sztori, miért volt számodra nagy trauma, mi történt ekkor, a lehető legrészletesebben írd le ezt az eseményt. Ezután nézd rá erre a sztorira, és nézd meg, hogy miért lehetsz hálás, hogy ez megtörtént veled, hogy ez az életed része volt. Miket tanultál ebből a helyzetből? Mit formált rajtad? Miért kellett kilépned a komfortzónádból? Nézd végig, hogy milyen előnyöket tudsz felsorakoztatni, és miért lehetsz hálás, miket tudsz köszönni ennek a traumának a tekintetben, ami a te saját fejlődésedet formálta. Mi az, amiben te saját magad fejlődtél? Milyen előnyökre tudsz rávilágítani? Hiszen minden, ami velünk történik, az abból a célból történik, hogy tanuljunk belőle, hogy fejlődjünk, ezáltal előnyt kovácsolni bármilyen helyzetből tudunk. A nehézségeket azért kapjuk, mert képesek vagyunk azokon felül kerekedni, képesek vagyunk azokat megoldani, és nekünk abban a helyzetben pontosan arra van szükségünk, annak érdekében, hogy elérjük azt a fejlődési szintet, amelyet kitűztünk magunk elé. A 10. pont pedig, készítsünk egy szeretett jegyzetet. Mire is gondolok? Gondolkozz egy kicsit magadon. Mit szeretsz saját magadba? Nézd meg a működésedet. Mi az, amit nagyon remekül csinálsz? Mi az, amire kifejezetten büszke vagy saját magadban? És hogyha megvan ez a lista, akkor kérdezd meg a barátaidat. Kérdezd meg a családtagjaidat. Kérdezd meg a szüleidet. Kérdezd meg a gyerekeidet. A szerelmedet. Kérdezd meg bárkit, aki közel áll hozzád, hogy ő mit szeret benned, és ezt írd le, hogy miért vagyok szerethető. Ezt minden nap ezután olvasd vissza, és bármikor, amikor úgy érzed, hogy bővült a lista, akkor ezt egészítsd ki. Hiszen folyamatosan fejlődünk, folyamatosan jönnek új dolgok, ami miatt szerethetők vagyunk saját magunk számára, illetve mások számára. Kívánom, hogy szeretetben és jó lélekkel tud végigcsinálni ezt a 10 pontot, és jó érzéssel, avval a tudattal, hogy sokat fejlődsz ezáltal, és remélem, hogy egy kicsit közelebb tudsz kerülni saját magadhoz. Jó munkát kívánok!